Jó estét kívánok a Kaleidoszkóp című kulturális magazinunk nézőinek. Nézzük együtt, milyen témákat kínálunk ma önöknek. Részletek az ünnepség kulturális műsorából. Ronyec Sára és Demeter Borbála szavalatát hallhatják. Cserháti Zsuzsára és Máté Péterre emlékeztek az Olvasóban. Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom hősei emléke előtt tisztelegtek Ózdon. A Petőfi téren mondott ünnepi köszöntőt Janicsak Dávid, Ózd város polgármestere, majd az Ez az ország a te hazád címmel az Ómi Zenés Színház zenés táncos irodalmi műsorát láthatták, melyet Béri László rendezett. Közreműködött Kocsanyák Gábor, a Miskolci Nemzeti Színház énekkori tagja, Szaka Attila, Szilágyi Gabriella és Túróci Zsófia, valamint az Ózdi Néptánc Egyesület és a Szabad Szombat Táncegyüttes tagjai. A kenyér hangját hallom én, az apám szavát vallom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. A mezők útját járom én. A mezők szorgos illatát, a jövő szabad szép szavát jelented, ó hazám. Széles a föld, magas az ég. Földes csizma sem elég, de egy csepp föld vár mindig rád, ez itt az én hazám. Te csillag, te a népek hajnalcsillaga,
megvirradt, fölébredett a föld, fut a hajnaltól a vad éjszaka. Piros arccal jötte hajnal, piros arca vadsugára komor fényt vet a világra. E pirulás, vér, harag és szégyen a fölébredt nemzetek szemében. Szégyeneljük szolgaságunk éjét. Zsarnokok, rátok száll haragunk, s a reggeli imádság fejében Istenünknek vérrel áldozunk. Álmainkban, alattomban megcsapolták szíveinket, hogy kioltsák életünket. De maradt még a népeknek vére annyi, ami felkiált az égre. Áll a tenger nagy elbámultában. Áll a tenger, s a föld mozog. Emelkednek száraz hullámok, emelkednek rémes torlaszok. Reng a gája, vitorlája iszaposan összetépve, a kormányos szíve képe, ki eszét veszve áll egymagában, beburkolva rongyos bíborában. Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz, annyi fegyver, annyi katona. Mik ezek itt a lábaim alatt? Ha, eltépett lánc, s eltört korona? Hát tűzbe véle. No, de mégse. Régiségek közé zárjuk, de nevöket írjuk rájuk, különben a későn születtek nem tudnák, ezek mik lehettek. Nagy idők. Beteljesült az írás jósolatja. Egy nyáj, egy akol, egy vallás van a földön, a szabadság. Ki mást vall, rettentőn lakol. Régi szentek, mind elestek, s feldúlt szobraik kövéből új, dicső szent egyház épül. A kék eget tesszük boltozatnak, s oltárlámpa lészen benne a nap. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, amíg egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Csillagok lógnak lábán a holdnak, vállára szöknek, földre hajolnak. Tulipán hintón érkező angyal, szendergő fényben ébred a hajnal. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára. Valány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rá. Magyar szabadság, éljen a haza! Magyarnak lenni, büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni, nagy, szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy megvan írva. Lelkünkbe szívva, magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva, ősök honszerelmét, féltön borulni minden magyar rögre, és hozzátapadni örökkön örökre. Kossuth Lajos, író deán, a világ, megírja ő a levelet,
Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk. Országos szavaló versenyen vett részt a Bojki Tamás Általános Iskola két felső tagozatos tanulója. A szavaló verseny a budapesti Stefánia Palota termeiben zajlott, melyre szabadon választott magyar költő versével lehetett nevezni. Ronyec Sára, 8. A-osztályos tanuló, Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versével készült, felkészítő tanára Nagyné Gyenes Kovács Bettina volt. A 6. B-osztályos Demeter Borbála, József Attila a Dunánál című versét adta elő, amit a zsűri később a 6. évfolyamos kategóriában 3. helyezetként értékelt. Felkészítő pedagógusa Pócos Lóránt volt. A következő percekben a két tanuló a nézőknek is elmondja e két gyönyörű verset. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorla megtörve tépve lóg. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült ajtékodat. S jegyezd vele az égre örök tanúságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. És mint édesanyám ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök eső módra hult, szintelenül, mi tarka volt, a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgeltek a habok felém. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket,
és emlékezem. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy talán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők elélik egymást. Elszomorodom néha, emiatt. Ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős, ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mert sokasodni foszlik, apám s anyámmal válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely a múltnak már adós a szelíd jövővel. Mai magyarok! Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncertet tartottak az Olvasóban. A Zene nélkül mit érek én címet viselő zenei esten Szulák Andrea és Mudzsahid Zoltán előadásában csendültek fel a magyar könnyűzene ikonikus dalai. Az előadó művészeket az öttagú Ganda Music Band kísérte élőzenével. Sorban ülnek be az érdeklődők az Ómék Olvasó Színház termébe. A Zene nélkül mit érek én című emlékkoncerten Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalait Szulák Andrea és Mudzsahid Zoltán előadásában hallhatta a közönség. A művésznő évekig jó barátságot ápolt Cserháti Zsuzsával. Stábunknak mesélt arról, hogyan ismerték meg egymást. Egy munkahelyen dolgoztunk, a hotel, Budapesten a Hotel Béke Orfeumában, ami egy éjszakai szórakozó hely volt, egy nagyon rangos, nagyon színvonalas, és nagyon sok külföldi látogatta ezt a helyet, és onnan lehetett mindig lemérni a sikert, amikor elcsendesedett a nézőtér, és a külföldiek is abba hagyták a beszélgetést. Zsuzsával dolgozni pedig nagyon érdekes volt, mert ő nagyon tartózkodó ember volt, addig, amíg meg nem szeretett valakit, de mi nagyon-nagyon hamar összebarátkoztunk, nagyon egy nyelvet beszéltünk, ugyanaz volt a világlátásunk a zenéről, az emberekről, a pasikról, az életről, úgyhogy nem volt az nagy idő, amíg ő engem a szeretetébe fogadott, és ez tulajdonképpen a debreceni éveket leszámítva a haláláig meg is maradt. Nagyon régóta éneklem az ő dalait, de főleg azokat a dalait, amit még a 70-es években vitt sikerre. Nem sokkal a halála után készült egy színdarab, írta nekem egy kortárs magyar drámaíró színházi szakember, Pozsgai Zsolt, ami egy fiktív történet, egy énekesnő néhány napját öleli fel, és a zenei környezetet válogatva a kollégámmal, Bolba Tamással úgy döntöttünk, hogy azokat a régi Cserháti dalokat vesszük alapul, amiket a 70-es évek lehetett tőle hallani. Ez lett életem első aranylemeze is. Én nagyon sokáig óckodtam attól, hogy az ő nagy visszatérése utáni nagy sikereit kölcsön vegyem. De ahogy mentek az évek, ez a dolog egyre inkább csendesült bennem, és én látom, hogy nagyon-nagyon sokan dolgozzák fel az ő dalait. Én azt gondolom, hogy a mi kettőnk közötti kapcsolat, ez most már lassan megengedi, de igazándiból ezeket a dalokat én
most ezen a turnén éneklem először, és ezért is vagyok nagyon hálás a Simon Managementnek, hogy lehetővé tették, hogy egy kicsit kilépek a saját komfortzónámból is, és Zsuzsára emlékezve, méltó módon emlékezve elénekeljem én is az Ózdi közönségnek ma este. Visszahoz egy régi terv, megidéz egy fénykép, még csak élnem kell, sose lesz másképp. Ugyanaz a fájdalom, ugyanaz az érzés, az a búcsúszó, amivel Mudzsahid Zoltán neve sokaknak lehet ismerős az egyik országos tehetségkutató műsorból. A fiatal énekes elmondta, Máté Péter dalain nőtt fel, így nagy örömmel fogadta a felkérést az emlékkoncertre. Volt azonban olyan kihívás, amivel meg kellett küzdenie a felkészülés során. A hangterjedelem a Máté Péternél elég magas tud lenni, de én azt mondom, hogy sokkal fontosabb az, hogy egy dalnak a mondani valóját az ember átélje, és azt az egyszerűséget, amit mondjuk egy szerelmes dalnál, azt az érzést a színpadon belevinni, amit annak idején ugye Máté Péter, maga a szerző is és az előadó is érezhetett. Szerintem ez egy nagyon nagy kihívás, és ehhez viszont érni kell nagyon sokat. És azt gondolom, hogy így most már a 40-en túl értettem meg a daloknak a lényegét is, mind a mellett, hogy korábban is énekeltem, csak valahogy máshogyan állok hozzá, és jobban át tudom őket élni, és ezáltal interpretálni a közönségnek. Körülbelül másfél órás koncert folyamán a közönség többször is vastapssal díjazta az előadást. A nézők sorai között többen nosztalgiázni jöttek el, hiszen fiatalkorukat idézték fel a dalok. Hát nekem fiatalkoromban egy kedvenc énekesnőm volt, és Máté Péter is a kedvenceim közé tartott. Ez a Cserháti szerintem Magyarország egyik legszebb hangú énekesnője volt, és nosztalgiából jövök el.
Szulák Andrea és Mujahid Zoltán a Gondam Music Band kíséretében méltó módon állított emléket a magyar könnyű zene két ikonikus alakjának. Köszönöm, hogy velem tartottak. Jövő kedden újra várom Önöket a képernyők elé. Magazinunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján visszanézhetik. Én köszönöm, hogy velem tartottak, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!